Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A keresztény értelmiségi kör műsora. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Eltelt egy újabb hónap, és ez itt a keresztény értelmiségi kör legújabb adása, amelynek első felében partnerszervezetünk a Magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által Baján megszervezett küldött gyűléssel foglalkozunk, majd ezt követően a Kecskeméti Kézhelyi Csoport elnökével, dr. Berényi Tivadarral beszélgetek. Adásunk végén pedig a keresztény értelmiségi kör eddigi és közelgő eseményeiről lesz szó. Kedves hallgatóink, a keresztény értelmiségi kör magyarországi partnerszervezete, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Baján szervezte meg tavaszi küldött gyűlését 2023. május 12-e és 14-e között. Szervezetünk vezetőségi tagjai is részt vettek a programon. A megbecsülés jeleként a néhai Bácskai Sándor keve ciszterci atya tiszteletére készült emléktábla ünnepélyes átadását pénteken tartották a ciszterci ház aulájában, majd kezdetét vette a küldött gyűlés. Köszöntőt mondott Maklári Ákos, kész elnök, és Zsigó Róbert, országgyűlési képviselő. Majd előadást tartott Baja városáról Vedelek Norbert, a Bajai Kézhelyi Csoport elnöke. Szombaton szentmisén vettek részt a jelenlevők, amelyet Binszki József és Maklári Ákos atyák mutattak be a Bajai Belvárosi Római Katolikus Plébánia templomban. A délelőtt folyamán a napirendi pontok feldolgozásával foglalkoztak a résztvevők, elfogadásra kerültek a szervezet működéséhez szükséges beszámolók, elhangzottak az országos programok. Tájékoztattak a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációért alapítvány munkájáról, terveiről, majd a határon túli társszervezetek is beszámoltak tevékenységükről. A szünetben városnéző kisvonattal megtekintették Baja nevezetességeit, majd délután közösségfejlesztéssel ismerkedtek Süveges Gergő és Süveges Rudan Margit interaktív módszerei során. A vasárnapi szentmise után a résztvevők élményekben gazdagodva, lelkiekben feltöltődve indultak haza. Vedelek Norberttel, a Bajai Kéz elnökével beszélgetek a helyi csoport és a kéz küldött gyűlés kapcsán. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kérek szépen egy bemutatkozást! Vedelek Norbert vagyok, a Bajai Kéz csoport elnöke. Kedves Norbert, az első kérdésem az lenne hozzád, hogy a Bajai helyi csoportról néhány szóban szólnál néhány gondolatot. Természetesen. A Bajai csoportról azt kell tudni, hogy az országban az elsők között volt, ami alakult a rendszerváltás idején, és keresztény értelmiségiek szövetsége csoportjaként alakult. 3 évtizedes múlttal bírunk, és külön öröm számomra, hogy itt a generációkon átívelő építkezés van ebben a 30x esztendőben, hiszen rengeteg olyan kezdeményezésünk van, ami már a 80-as évek végén is fontos volt a kész tagjai számára, és ugyanezt megőriztük most is. A tagság 60-70 fő környékén szokott tetőzni, vagy változni, és nem is szeretnénk igazán ennél nagyobb csoportot, hiszen így aktívabb és effektívebb a munkavégzés ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Nem, és az meg alapvetően nem célunk, hogy egy nagy tagságot duzzasszunk, ami nem olyan hatékony. Úgyhogy ez az elvünk a Bajai csoporttal kapcsolatban. Idén pedig Bajára került a választás, ugye most itt vagyunk a Bajai Kéz küldött gyűlésen, erről szeretnélek most kérdezni, hogy mi is történik most itt Baján, miért vagyunk itt? Mint említettem, nagyon aktív a Bajai csoport, és ez az évtizedes, több évtizedes munka, és azt bizonyítja, hogy helye van a Bajai csoportnak a kéz palettáján. Országosan, ha jól tudom, most éppen 68 csoport van.
Ugye az országos küldőgyűlés mindig más és más helyszínre megy, és Baján elég régen nem volt országos küldőgyűlés. És a legutóbbi alkalommal, vagy lehet, hogy egy évvel ezelőtt talán Sopronban, amikor volt a küldőgyűlés, akkor jelezte Ákos atyának, hogy szívesen látnánk Baján most a küldőgyűlést, és hát Ákos atya rábólintott, és örömmel vártuk, hogy hozzánk érkezzen most az országos küldőgyűlés. Mint említettem, a nagyon sok rendezvényt készítettünk, szerveztünk Baján az elmúlt időszakban is. Azbej Trisztán államtitkár úr látogatott meg minket tavaly, volt könyvbemutatónk, ki valójában Anonymous, két előadásunk is volt ezügyben. Ősszel Nógrádi urat láttuk vendégül, biztonságpolitikai szakértőt, és hát rutinosak vagyunk negyedik Boldog Károlyhoz kapcsolódó rendezvényekben, és például amikor utaltam arra, hogy generációkon átívelő az együttműködésünk, vagy a működésünk és a gondolkodásunk, akkor erre utaltam. Többször vendégeskedett nálunk a Habsburg család tagjai közül valaki, legutóbb 21-ben Habsburg Ejlika, amikor negyedik Boldog Károlyra emlékeztünk, hiszen tudni kell azt, hogy az utolsó magyar király, egyáltalán magyar király lába utoljára Baján érintette a földet, itt szállt hajóra és ment száműzetésbe negyedik Károly, próbáljuk őrizni negyedik Károly kultuszát. Szóval benne vagyunk a rendezvények szervezésébe, így külön öröm volt számunkra, hogy akkor Ákos atya jóvá hagyta ezt, hogy akkor jöhet Bajára az országos küldőgyűlés. Kollégáimmal már hónapok óta készültünk erre, volt bőven teendő a háttérben, és összekapcsoltuk ezt az országos küldőgyűlést egy emléktáblaavatással. Bácskai Sándor Keve atya, az utolsó ciszterrendház főnök volt Baján, az ő emlékezetére állítottunk egy emléktáblát, jószándékú bajaiak és környékbeliek adományából, ezzel kezdődött az országos küldőgyűlés tegnap este. Aztán ettünk egy jó kis hungarikum halászlevet, bajai halászlevet. Ez volt a könnyedebb része, a mai napon, szombati napon pedig már hivatalos küldőgyűlésé alakultunk, ahol kőkeményen napirendek mentén haladunk és szavazgatunk. Most, hogy itt vagyunk a kész küldőgyűlésen, te személy szerint hogy éled meg ezeket a napokat? Hogyha szerkesztő úr ezt két nappal ezelőtt kérdezte volna, akkor izgatottam. Jövő héten pedig azt mondom, hogy nagyon, nagyon jó történet volt, hogy ezt megcsináltuk, és nagyon nagy örömem számunkra, hogy helyt adhattunk Baján a küldőgyűlésnek. Tudni kell, hogy a kész tagsága, a kész csoportok egy nagyon-nagyon jó társaság, nagyon elkötelezett emberekről van szó. Itt mindenki mosolyog. Itt nagyon jó a hangulat, itt tényleg baráti összejövetelről van szó, és mind eközben hatalmas érték áll a háttérben, nagyon jó az itt lévő emberek értékrendje, és ez tapintható a levegőben is. Kettős ez a dolog, tehát dolgozni kell vele, az fáradtságos. A másrésztől pedig nagyon nagy öröm, hogy összegyűlhetünk, erősíthetjük egymást gondolatban, istenhitben, de akár a lazább részeken, mint például utaltam, hogy a hungarikum halászlé, és hogy bemutathatjuk, hogy ezek vagyunk mi itt Baján. A beszélgetésünk végéhez érve még egy üzenetet szeretnék tőled kérni a Mária Rádió hallgatói számára délvidéken. Ez nehéz kérdés, mert nem lehet egy mondatba ezt megfogalmazni. Talán, ha nagyon lerövidítem, akkor az lenne az üzenet, hogy tudják azt, hogy nincsenek egyedül. Mi nagyon nagy szeretettel gondolunk a délvidékiekre is, ugyanúgy a határon túlélő erdélyi vagy kárpátaljai testvéreinkre. Nagyon fontos számunkra, hogy egy közösséget alkotunk, és néha tudatosítani kell magunkba, hogy egyek vagyunk, és senki nincs egyedül, bármere él a Kárpát-medencében. Köszönöm szépen a beszélgetést, és a Jóisten áldását kívánom rád, a te családodra, a te munkádra, és jó erőt, egészséget a továbbiakban. Nagyon szépen köszönöm, hasonló jókat kívánok a hallgatóknak és neked is. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, a most következő zeneszám után folytatjuk adásunkat. Maradjanak továbbra is velünk.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás. Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám. Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtek hely. Szűk ez a párkány, nem fog a csákány, másik a svinkel. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás. Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat. Visz a tűz felem, elpuha szél kegyelem. A hosszú útból fény lesz. Mind ami szép, ami cél, így benned ér. Új lángot lobbants bennem, hiszen tőled lesz erő. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom. Sári Juditot, a Kész iroda vezetőjét, a küldött gyűlés szervezéséről kérdezem. Tessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Kérek szépen egy bemutatkozást. Én Sári Judit vagyok, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének az iroda vezetője. Kedves Judit, az első kérdésem az lenne hozzád, hogy a Bajai Kész küldött gyűlés szervezéséről kérdeznélek, miből áll, mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban? A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egy civil szervezet. Egyesületként működünk, úgyhogy ez tulajdonképpen kötelességünk évente ilyen küldött gyűlést tartani, ahol tulajdonképpen a Késznek a helyi csoportjainak a vezetői vesznek részt. Megbeszéljük az éves programjainkat, megbeszéljük a terveinket, eszmét cserélünk, elmondjuk egymásnak a tapasztalatait, és hát vannak hivatalos részei is ennek a küldőgyűlésnek, az éves beszámolót szoktuk elfogadni. Nagyon fontos alkalom ez a mi életünkben, mert országos szervezet révén az ország, tehát Magyarország 69 pontján vagyunk jelen. Ezek tényleg lefedjük gyakorlatilag az egész Magyarországot, és mindenkinek más a helyi tapasztalata,
hogy milyen programokra van igény. Mire kell odafigyelni egy ilyen nagyszabású rendezvény szervezésénél? Az a kicsit rizikós a mi esetünkben, hogy a résztvevőknek sok esetben nagyon messziről kell utaznia. Elég komoly szervezést igényel, ugyanis, ahogy említettem, tehát az ország minden részéről jönnek a résztvevők, tehát az első az, hogy mindenki időbe vésse be a naptárába az időpontot, mert az fontos, hogy tényleg mindenki el tudjon jönni, mert akkor lesz határozatképes ugye ez a eseményünk, hogyha megfelelő számmal itt vagyunk. Messziről jönnek a résztvevők, szállást kell nekik biztosítani, étkezést kell biztosítani, tehát ennek a megszervezése azért időt, egyeztetést igényel. Ami miatt nagyon jó dolgom van nekem, hogy mindig az egyik késcsoport a házigazdája ennek a rendezvénynek. Tehát velük együttműködve tudom én megszervezni ezt a programot. Egyébként ez számomra is ez mindig egy olyan jó élmény, ilyenkor kicsit jobban megismerkedem a helyi vezetőséggel, jobban összetudunk barátkozni, és így közösen szoktuk tulajdonképpen megszervezni ezeket a találkozókat. Következő kérdésem az lenne hozzád, hogy honnan érkeztek a készhelyi csoportok küldöttjei Bajára? Az ország minden részéből érkeztek ide Bajára, egészen Soprontól, Kecskeméten át, Keceltől kezdve Nyíregyházáig, tehát tényleg az ország minden pontjáról jöttek ide a készesek. Mindig mindenki nagy örömmel jön, mert olyan jó egymással találkozni, olyan jó tudni és látni, hogy az ország minden részén vannak hasonló módon gondolkodók, a keresztények és értelmiségiek, akik akarnak és tudnak is tenni a helyi közösségükért. Hogyan néz ki a tavaszi kész küldött gyűlés programja az idén? Minden alkalommal ugye más helyszínen vagyunk, és mindig igazodunk a helyi specialitásokhoz. Az volt a kérése tulajdonképpen a bajaiaknak, hogy szeretnék összekötni ezt az alkalmat egy ünnepséggel. Van számukra egy nagyon fontos ciszterci atya, Bácskai Sándor Keve atya, aki már nem él, nincsen közöttünk, de az emlékét szeretnék továbbra is megőrizni. Úgyhogy emléktábla avatással készültek a bajaiak, úgyhogy nagy öröm volt számunkra látni az egybegyűlteket a pénteki napon, amikor megemlékezhettünk Keve atyára, aki az ifjúságért is rengeteget tett, nem csak itt Baján, hanem országos szinten is. Aztán, ami még nagyon fontos számunkra, lehetőség van beszélgetni egymással a fehér asztal mellett, ez természetesen így volt most is a péntek este, és aztán szombaton kicsit dolgoztunk is, akkor volt a hivatalos része a küldőgyűlésnek. Ilyenkor tavasszal szoktuk meghallgatni az elnök beszámolóját, a pénzügyi beszámolót, kérdezhettek is a jelenlevők. A beszámolókon túl minden alkalommal fontos számunkra, hogy megismerjük egy kicsit a helyieket, a várost. Ezért is jó, hogy mindig más városban tartjuk ezeket a küldött gyűléseket. Időt szorítottunk délidőben egy városnézésre, lehetősége volt a küldötteknek kicsit megismerni a helyi nevezetességeket, és ami még nagyon fontos számunkra, hogy délután folyamán egy 3 órás tréninget, egy ilyen közösségfejlesztő, közösségvezetői tréninget tartott számunkra egy szakember házaspár, Süveges Gergő, talán a délvidéken is ismerik az ő nevét, aki kifejezetten keresztény közösség, tehát azzal foglalkoznak, hogy segítsék a keresztény közösségeket, hogy jobban tudjanak működni. Beszélgetésünk végéhez érve egy üzenetet szeretnék kérni tőled a Mária Rádió hallgatói számára, Pünkösdre készülve.
katolikus egyház számára húsvét és karácsony után a pünkösd a harmadik legnagyobb ünnep. Azt gondolom, hogy nagyon fontos tudatosítani magunkban azt, hogy Krisztus megígérte és el is küldte nekünk a Szent Lelket, és pünköstkor ezt ünnepeljük, és én azt kívánom és bátorítom a rádióhallgatókat is, hogy bízzunk a Szentlélek bölcsességében, legyünk bátrak, merjünk kiállni a hitünk mellett nyilvánosan is, és bízzunk abban, hogy a megfelelő helyen és időben a Szentlélek bölcsessége fog irányítani bennünket, amikor kiállásra van szükség. Köszönöm szépen a beszélgetést, és a Jóisten áldását kívánom rád, a munkádra, a családodra, és a legjobbakat a továbbiakban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves hallgatóink, most egy újabb zeneszám következik, majd folytatjuk adásunkat. Dr. Berényi Tivadarral, a Kecskeméti Kész elnökével, a helyi csoportjukról, valamint az előttük álló ünnepségről beszélgetek, amelyen a keresztény értelmiségi kör képviselői is jelen lesznek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kérek szépen egy bemutatkozást! Köszöntöm a rádió hallgatóit. Dr. Berényi Tivadarnak hívnak. Alapvetően most Kecskeméten élek, 4 gyermekes családapa vagyok. Szegeden születtem. 1993-ban kerültem először Kecskemétre. Oda jártam gimnáziumba, középiskolába, a Piarista gimnáziumba. Ott kaptam egy erős egyházi neveltetést. Még a szerzetesek tanítottak, osztályfőnököm is
Szabó István pianista szerzetes volt, ő egyébként az életemre igen jelentős hatással bírt. A gimnáziumi évek után, 4 év után is tartottam vele a kapcsolatot. Sokat köszönhetek neki abba, hogy ilyen ember lettem, amilyen értékrendet adott nekem ez a piarista gimnázium és az egyházi neveltetés, amit utána egész életem során tudtam a későbbiekben hasznosítani. A gimnázium évek után én Szegeden végeztem orvosi egyetemen 2005-ben. Egyetemi évek után ismertem meg feleségemet, aki egyébként délvidéki szabadkai származású, Szabó Melindának hívják. 2008-ban házasodtunk, azóta élünk boldog családi életet, 4 gyermek édesapja vagyok. Kecskemétre 2014-ben kerültünk vissza, előtte a Kiskunhalasi Kórházba dolgoztam anesteziológusként, 2016-tól pedig a Kecskeméti Megyei Kórházban dolgozok szintén anesteziológusként, illetve sürgősségi osztályon teljesítek még szolgálatot. Ugye a Keresztény Egymiségiek Szövetségébe úgy kerültem bele, szintén a volt osztályfőnökömnek, a Szabó atyának, piarista szerzetesnek köszönhetem Kecskeméten, hogy összeismertetett a helyi készszervezettel. Én akkor még nem is tudtam erről, hogy létezik ilyen, vagy van ilyen, és egy keresztény polgári bál kapcsán ismerkedtem meg kész tagokkal. Azóta ők kollégáim, ott tudtam meg, hogy orvos kollégák is kész tagok. Ezen a keresztény polgári bálon vettünk részt. Így kerültem kapcsolatba először a késszel, aztán úgy szépen lassan, ugye 18 és 20 között ez a kapcsolat utána később komolyra fordult, aztán később már ott egyre jobban beilleszkedtem, illetve egyre több programon, egyebeken részt vettünk feleségemmel együtt a kézben, és hát így alakultak a dolgok. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy hogyan is néz ki a Kecskeméti Kézhelyi csoport? Hány tagból áll, milyen rendezvények szoktak jelen lenni a helyi csoportban? Igen, ezt a elődöm, a volt elnök, dr. Tercsi Mátyástól tudom ezeket az információkat, mert én azért a kezdeteknél még nem voltam ott. Az országban a kész 1989-ben Csanád Béla munkássága nyomán, illetve kezdeményezésére jött létre az országos kész. Aztán Kecskeméten nem sokkal később, 1994. január 29-én alakult meg a csoport. 42 fővel indultak. Ott személyesen jelen volt dr. Csanád Béla, aki hittudományi akadémián tanító egyetemi professzor egyébként. Ott először a Tercsi Mátyás, mint titkárt választották meg, de 2-3 éven belül ő lett a helyi csoport elnöke. Majd utána évtizedekig ő volt az, aki vitte az elnöki pozícióban a kecskeméti csoportot. Az alakuló tag létszám, az ugye mondtam 42 fő volt, de rövid időn belül pár év alatt ez 100-ra nőtt ez a taglétszám. Ezt a taglétszámot egyébként a elmúlt évtizedekben sikerült tartani, illetve sikerült tovább bővíteni. A szervezeti felépítés pedig ugye van egy elnökünk, aztán van egy titkárunk, van 2 küldöttünk, nagyjából ez képviseli az elnökséget. Mi szoktunk rendszeresen havi, hogyha esetleg komolyabb program van kilátásban, vagy programot szervezünk, akkor többször is, de havi egy alkalom mindig elnökségi üléseket szoktunk tartani, illetve minden hó utolsó szerdáján szoktunk előadást tartani, havi rendszerességgel minden hónap utolsó szerdáján, illetve minden hónap első szombatján a kecskeméti nagy templomban rózsafüzét szoktunk imádkozni Szűz Máriához, ott részt veszünk egy szentmisén, azt pedig a Magyarországért szoktuk felajánlani ezt a misét. Természetesen kirándulásokat is szervezünk évente 2 alkalommal, illetve 2 zarándoklatot is. Még a beszélgetésünk végéhez érve, ha jól tudom, készültök egy ünnepségre, ami június 3-a, 4-én lesz. Erről szeretnélek kérdezni, mi is lesz Kecskeméten, és milyen ünnepségről van szó.
Igen. Nekem személy szerint is különösen szívügyem a határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolása. Személyes okból, amit a beszélgetés elején is említettem, hogy a feleségem is délvidéki szabadkai származású, ez az egyik oka. Másrészt én gyerekkoromtól kezdve ebben a neveltetésben részesültem igazából, hogy Nagy Magyarország, a Kárpát-medence és a történelmi múltunknak a elismerése és annak a tovább vitele az nagyon fontos. Én gyerekkoromtól kezdve igazából ebbe belenőttem. Úgyhogy ezek miatt is, és hogy a kész is, késznek is, ugye a Keresztény Egyetemiségek Szövetségének is az alapszabályzatában is szerepel az Összkárpát-medence, illetve határon túli magyarságnak a segítése, illetve a velük való kapcsolat ápolása. Ezért ezt én különösen fontosnak és szívügyemnek tekintem, hogy június 3-án és 4-én, ugye június 4-e a trianoni békeszerződésnek az emléknapja, összehívjam a készes küldötteket a Kárpát-medencéből, kezdve Felvidékről is fognak jönni hozzánk, Kárpátaljáról is. Őket különösen nagy szeretettel és lélekkel és mély érzésekkel fogadjuk, hiszen tudjuk, hogy mi zajlik most ott azokon a részeken és területeken, és hogy milyen számban fogy a magyarság. Úgyhogy őket is várjuk nagy szeretettel, Erdélyből is várunk küldöttséget, Délvidékről is. Úgyhogy ezek a megszólított társ szervezetek nagy örömmel fogadták a meghívást, és én is örülök neki, hogy tudnak jönni. És szervezünk nekik egy harmadikán egy közös városnézést, városunk bemutatását, főbb részeinek ismertetését, egy ilyen városi sétát. Aztán még aznap estére, szombaton estére, a harmadikán estére összeülünk közösen a érseki helynökségnek az épületében, a városházával szemben, ahol egy beszámolót tartanak majd nekünk ezek a határon túli magyar szervezetek, hogy milyen magyarságukat, kereszténységüket hogy élik most meg, illetve hát ott baráti beszélgetések fognak remélem kialakulni, és hát kezdeményezünk. Próbáljuk segíteni őket legalább lélekben, hogyha most egyenlőre másra nincs is módunk. Aztán a vasárnapi nap, a 4-e, az egy illeszkedik egy Kecskemét városi ünnepség sorozatba, ami egy hetes lesz. Ott megújult a városháza, sikerült nagyon szépen felújítani az elmúlt években, és ennek a megnyitó ünnepség sorozata pont június 4-ével fog kezdődni, ugye a Nemzeti Összetartozás napjával. És itt határon túli magyarok fognak kettő előadást tartani, versmondók fognak fellépni, tárogató művész fog fellépni, úgyhogy tevékenyen is ezek a magyar testvéreink föl fognak lépni, és a programban is szerepelni fognak, ezzel is gazdagítják ezt a programsorozatot. És természetesen még aznap reggel azt nem mondtam, hogy közös szentmisén fogunk részt venni. Nagyjából így terveztem ezeket a napokat. Sok sikert kívánok a szervezéshez, és a Jóisten áldását kívánom rád, a te tevékenységedre, a családodra, és minden jót kívánok a Mária Rádió szerkesztősége nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szépen köszönöm, mindöreki ámen. Kedves hallgatóink, ismételten egy zeneszám következik, majd adásunk folytatódik. Érincs meg, vigasztalj Istenünk, őrizd meg békében megsarcolt nemzetünk. Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény, te vagy a kikötő a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, nyíló virág az élet fán, jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Irgalmazd, gyógyítsd meg,
kikötő a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán, jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Atyánk, oldozz fel, és hallgasd meg őszinte kérő imánk. Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény. Te vagy a béke a háborúk ideje. Vagy a tél után, híló virág az élet fán, jöhet száz beszél, de nem hagysz minket sohasem. Árván. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez közeledve, hadd engedjék meg, hogy beszámoljak röviden a KÉK által szervezett eddigi és közelgő eseményekről az idei évben. Nagyobb programjaink közül meg szeretném említeni a február 18-ai ismeretterjesztő és interaktív napot Szabadkán, ahol dr. Klinovszky Andrea pszichológus és Tóth Ernő, a Kárpát-medencei Magyarság evangelizációért alapítvány vezetője voltak előadóink. A nap témája: ne féljetek, biztonság, félelem idején, utikalauz, nehéz időkre. Március 18-án a Keresztény Értelmiségi Kör és a Turzó Lajos Művelődési és Oktatási Központ könyvbemutatót szervezett Zentán az Alkotóházban. Bánszky Tibor üzemmérnök, fotográfus, Bánáti Katolikus Templomok című könyve került bemutatásra. Főtisztelendő dr. Orcsik Károly egyháztörténész Adorjáni plébános méltatta a könyvet és bemutatta a történelmi előzményeket. Dömösi Mária, a Keresztény Értelmiségi Kör elnökségi tagja és a Nagykikindai helyi csoport vezetője elmondta a könyv elkészülésének megható történetét, amelyre nagy hatással volt a szerző özvegyének, Bánszky Hildának a sorsa. Továbbá ki szeretném emelni a KÉK nagybőti lelki napját, amelyet Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én szerveztünk a Horgos melletti Domus Pacis Ferences lelki gyakorlatos házban, csatlakozva a kész imalánchoz, ima a békéért. A nagybőti lelki napunk lelki vezetője, főtisztelendő Horváth Ákos, újvidéki káplán, megtérés Liziői Kis Szent Teréz naplója alapján két részből álló előadást hozott el a jelenlevőknek. A Keresztény Értelmiségi Kör április 22-én egynapos zarándoklatot szervezett Baranyába. Szabadkáról indult egy busz, majd Kúláról csatlakozott hozzánk egy kisebb busz is, így összesen 70 személy vett részt az utazáson. Az út lelki vezetője dr. Horváth Endre atya hajdújárási ludasi plébános volt. A Duna jobb partján fekvő almáson meglátogattuk a Mária kegyhelyet, és szentmisén vettünk részt. Eszéken megtekintettük a Szent Péter Pál katedrálist, amely neogótikus stílusban épült. Építetője Juraj Strossmayer püspök volt. Helyi idegenvezető kalauzolásával tettünk egy sétát a városközpontban. Az utazás következő helyszíne Laskó volt, ahol Szent Péter református püspök fogadta csoportunkat, és ismertette a horvátországi magyarok helyzetét, bemutatta Sztárai Mihály református énekszerző tevékenységét. Csúzán a Kollár pincézetben elfogyasztott ízletes ebéd után Vörösmartra indultunk.
Sipos Tűr Klára hitoktató, a Keresztény Értelmiségi Kör horvátországi együttműködő partnere és férje Sipos Ferenc bemutatták a Vörösmarty pincesort és megvendégelték zarándok csoportunkat. Hálás köszönet a kedves fogadtatásért! Kedves hallgatóink, még néhány szóban a kék előadásokról. Eddig 12 előadást tartottunk, mégpedig Szabadkán, Törökbecsén, Kishegyesen, Topolyán, Kúlán, Török-Topolyán, Óbecsén és Kisoroszon. Előadóink voltak dr. Korhec Pap Zsuzsanna, festő-restaurátor művész, Korencsi László tanár, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének alelnöke, Gonclik Ákos, a Szegedi Gál Ferenc Egyetem teológiai karának hallgatója, a Szent István lovagrend tagja. Főtisztelendő Tojzán László, a Paulinum püspökségi klasszikus gimnázium és kollégium prefektusa, főtisztelendő magiszter Szakály József, topolyai plébános, a kék elnök helyettese, Dosztán Tibor, MA okleveles hittanár nevelőtanár, főtisztelendő dr. Csizmár Oszkár, a Szabadkai Szentkereszt felmagasztalása plébánia plébánosa, főtisztelendő Mellár József, esperes plébános. Közelgő eseményeink közül felszeretném hívni figyelmüket a kék előadására, amely május 31-én 18.30-tól Kúlán, Szent György templom oratóriumában lesz tartva. Előadónk Gonclik Ákos, a Szegedi Gál Ferenc Egyetem teológiai karának hallgatója, a Szent István lovagrend tagja. Az előadás témája: erős gyökerekkel rendelkezik a magyar nép, hídépítőnek kell lennie. Ferenc pápa. Élménybeszámoló a Szent Atya budapesti látogatásáról. Valamint a Keresztény Értelmiségi Kör június 24-én tartja barátkozási napját a Horgos melletti Domus Pacis Ferences Lelki Gyakorlatos Házban. Tartalmas programokkal várjuk az érkezőket. A nap lelkivezetője főtisztelendő dr. Szőlősi Tibor Temerini plébános lesz. A nap témája: Gaudete et exultate, örüljetek és újongjatok, az életszentségre szóló meghívás a mai világban. Ferenc pápa apostoli buzdítása. Bővebb információ és jelentkezés a kék helyi csoportjainak elnökségeinél, vagy a kék irodáján keresztül munkanapokon 8 és 14 óra között a 024 552 539-es telefonszámon, illetve a kek@kek.org.rs e-mail címen keresztül. Tehát még egyszer elérhetőségeink: telefonszámunk 024 552 539, e-mail címünk kek@kek.org.rs. Mindenkit sok szeretettel várunk. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, adásunk ezennel letelt. Istentől áldott békés napokat kívánok a Keresztény Értelmiségi Kör és a Mária Rádió szerkesztősége nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.